Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Nem más, hanem dr. Vadai Ágnes, a DK országgyűlési képviselője, a Honvédelmi Bizottság alelnöke, de tegnap az új szezon kezdetén, na már a színházakat összekeverjük a parlamenttel, igaz, hogy a népnek cirkusz kell, és cirkusz van a színházakban is, meg a parlamentben is, láttuk a tegnapi eseményeket, ha bár eléggé csendesen elült a dolog, tegnap részt vett a külügyi bizottság ülésen is, akkor kezdjük a honvédelemmel. Itt teljes összevisszaság van a fejemben, mert én abból indulok ki az én történelmi, illetve az én élettapasztalatomból, ugyan én csak ratkó gyerek vagyok, tehát 52-ben láttam meg a világot. Azóta itt Európába leszámítva ugye a jugoszláv eseményeket, mintha nem lettek volna háborúk. Most mégis úgy tűnik, mintha az egész világ, a törökök, az oroszok ellen lettek hirtelen, tegnap még jobban voltak, és ezt a 400-as légvédelmi felszerelést vettek, csak most éppen rakétát nem kapnak hozzá. Tegnap még segítették a szíreket, a szír parlament elfogadta, hogy azt a rendeletet, amitől a törökök teljesen a falnak mentek, hogy tulajdonképpen ők iparszerűen gyilkolták le az embereket egy másik országba, nem tudom, hogy a szíreknek. Ez nagyon jó dolog, hogy végre elismerték, hogy mit tettek az örményekkel, de hát miért pont most? Úgyhogy a világ kezd így össze-vissza forogni, és én nem vagyok sem Brüsszel ellenes, sem Brüsszel párti. Én imádtam a római szerződést, azt korrigálni kellett és tovább fejlődni, de úgy tűnik, mintha valami nem lenne rendben. Ön, mint egy volt honvédelmi államtitkár, csináljon gyorsan rendet. Jó reggelt. Fogja azt a marsalbotot és vágjon oda, hogy mi legyen. Jó reggelt kívánok, nagyon jó lenne, az ilyen egyszerű lenne. Nagyon furcsa, mert a legtöbb kutatás azt mutatja, hogy azokhoz az 50-es, 60-as, 70-es évekhez képest a világ egyébként sokkal biztonságosabb lett. Talán arról van szó inkább, hogy sokkal több információ ér el bennünket, hiszen az internetnek köszönhetően kinyílt a világ, így nem csak a hazai sajtót lehet olvasni, hanem nyilván a nemzetközi ügyek is elérnek hozzánk. És ezért tűnhet úgy sok számára, hogy akár felfordulás is megvan. Egy háború is túl sok, egy ember meggyilkolása is sok. Sajnos az emberiség történelméhez hozzátartozik, hogyha végignézzük az ilyen típusú konfliktusok, és az még sajnálatosabb, hogy a konfliktusokat nagyon sok esetben fegyveresen próbálják rendezni. Nyilvánvalóan az Európai Uniónak és a NATO-nak az a célja, azon túlmenően, hogy a NATO az egy politikai katonai szövetség, az Európai Unió pedig egy gazdasági szövetség is, hogy a saját területén béke legyen, de felelősséget vállal, és kell, hogy felelősséget vállaljon a határokon kívüli területek esetében is. Nem csak a szolidaritás miatt, az egy nagyon fontos dolog, én ezt mindig hangsúlyoztam, hogy a problémákat ott kell megoldani, ahol keletkeznek, hanem azért is, mert egy pont a világ bonyolultsága miatt egy ma Törökországban, vagy Szíriában, vagy Afrika bármelyik pontján kitörő konfliktusnak bizony hatás van a NATO-ra és az Európai Unióra. Éppen ezért fontos az, hogy Magyarország módján kisebb létszámban ahhoz képest, ahogy ez a mi időnkben volt, de részt vesz azokban a béketeremtő missziókban, amelyeknek a célja az, hogy ott helyben próbálja megoldani a konfliktusokat, és ami nagyon fontos, és én erre mindig is nagy hangsúlyt helyeztem, hogy egy katonai konfliktus utáni átmeneti időszakban a civil lakosság visszatérését, a normális körülmények megteremtését segíteni kell, mert az nem elég, hogy egyébként beavatkozik valamelyik fél egy konfliktusba, jól megoldja, kivonul és otthagyja az embereket és az egész országot. Mert az amerikaiak újjáépítették Németországot a Marshall programmal, ez az élő példája arrank, amit mond. Aminek az lett a következménye, hogy ott normalizálódni tudott a helyzet, és mára nyilvánvalóan Németországra egészen máshogyan tekintünk, mint mondjuk most 50 egy kicsit azért kezdenek visszafelé 50 menni. Évvel ezelőtt. Én ebben azért kicsit vitatkozom. Szóval Németország sok tekintetben, nyilván minden politikus. Angela Merkelnek más a véleménye mindötnek, mind a ketten politikusok, mind a ketten nők. Én nem országról beszélek, hanem politikáról. Szerintem német
politika sok tekintetben például. Nézze, ott akkor, amikor Türingiában megtörtént az az egészen elképesztő eset, amire senki nem gondolt volna, hogy a szélső jobb segítette lényegében a liberális miniszterelnököt be a székbe, ott annak nagyon súlyos következményei lett. 24 órán belül megbukott a miniszterelnök. Képviselő azt, hogy érzi a hangján, hogy először is kapásból tudta, hogy Türingiáról van szó. Másodszor, hogy én nekem meg valami egész más a fülemben, lehet, hogy az én zsigó agyam nincs a helyén, de most, amikor mondta, hogy szélső jobb, és akkor önre néztem, mert ön azt ígérte nekem még a választások előtt, és elmondta nagyon kategorikusan, hogy ez egy technikai együttműködés a Jobbikkal, mert nekem a jobbról jut eszem. Türingiában 24 óra alatt megbukott a miniszterelnök, belebukott a pártelnök, és belebukott egyébként a kelet-német tartományokért felelős integrációs államtitkár is, aki nem mellesleg a helyi konzervatív pártelnök. Tehát ennek következménye volt. Már a Magyarországon nagyon megváltozott a helyzet, az az igazság. Tehát, hogy önnek nagyon igaza van abban, hogy pár évvel ezelőtt ült a parlamentben olyan párt, amelyik szélsőséges volt. Ma is ül a parlamentben olyan párt, amelyik szélsőséges, csak éppen kormányon van. Ugyanis az a rasszista, szalon antiszemita magatartás, amelyet a Fidesz részéről tapasztalunk, az nem elfogadható, velük soha még technikai megállapodás sem lesz, ahogy a mi hazánkkal sem. Mára a Jobbik világosan... Ők persze ezt biztos másképp látják. De ez az lennének, ő dolguk, hogy ők máshogy lássák. Őszintén szóval a miniszterelnök évadnyitó sajtótájékoztatóján lényegében rasszista felhangokkal illette a gyöngyöspatai kártés ügyet, és az évértékelőjét, amelyet figyelemmel kísértünk, hiszen nyilván a miniszterelnök beszél, ugyan pártrendezvényen beszélt, tehát jobban örültem volna, tegnap a parlamentben mondja el az évértékelőjét, az mégiscsak a hazaháza, és ott jelen vannak az ellenzéki képviselők, akik már a Magyarország polgárának többségét képviselik, ha bár számszerűen kevesebben vagyunk, de minden kutatás azt mutatja, már az ellenzék többen vagyunk, mint ha a hanyagok. Most lennének a választások. Így van. De ezen a pártrendezvényen vasárnap a miniszterelnök egy olyan mondatot idézett, aminek rasszista felhangja van. Hát talán emlékszik ugye a diplomás, a liberális az a diplomás kommunista, ez egy filmből van, aminek van egy általam nem fogom elmondani a mondatok a másik ne, felé. Ne is folytassa, arra kérem, hogy ne is folytassa. Azért nem mondom el, mert mérhetetlenül elképesztő és rasszista és felháborító, hogy a miniszterelnök beszélt, és természetesen újra elővette a cigányozást, és azt gondolom, hogy amit nagyon sokan gondolnak, hogy egyébként a zsidó honfitársaink számára itthon megnyugtató az, ahogy a kormánypártok és a kormány kezeli ezeket az ügyeket, én mindig csak arra szeretnék emlékeztetni, hogy azért csak áll az a szabadságtéri emlékmű. Csak áll, ami a hazug, meghamisított mit tesz ön a parlamentbe, illetve mit tesz ön pártja, jelenlegi kormánypolitikának a szimbóluma, ahol elhazudják azt a felelősséget, ami volt akkor, abban az időszakban mind a magyar állami szerveknek, mind a magyar polgároknak. Na, ebben különbözik Németország, mert amikor az izraeli nagykövetség, a német nagykövetség és a mazsihisz közösen szervezett megemlékezést az auschwitzi koncentrációs tábor 75. felszabadításának 75. évfordulóján, a német nagykövet, akinek semmi köze sincsen nyilvánvalóan személyesen a holokauszthoz, és nem felelős azért, mégis kiállította, hogy ezt a németek tették, a németek a felelősek. Hisz ő ma az Egyesült Németországnak a nagykövet. Így van, és vállalta a felelősséget azért, amit mások tettek. Szerintem itt kezdődik egyébként az antiszemitizmus elleni küzdelem, hogy igenis felvállalja egy ország, hogy szerepe volt nem a most élőknek, hanem a korábban élőknek és a korábbi rendszernek abban, azokban a borzalmakban, ami Magyarországon is történt. Ugye még hátra van jó pár kérdésem, de kezdjük akkor azzal, mégis az amerikai elnök, nem Orbán Viktor miniszterelnöknek tette le a telefont, vagy csapta le a telefont, hanem Nagy-Británia miniszterelnökének. A Magyar Népnek megpróbálom idézni ma már sokat szóra, arra kérte a miniszterelnököt, hogy tolmácsolja a nagyra becsülését sikeres és nagyszerű magyar népnek, a Nagy-Británia miniszterelnökének meg azt hiszem csak fogta és lecsapta a telefont, pedig hetekkel ezelőtt még fűt, fát és mindent ígért neki. Szegény angolok kiszálltak, illetve Nagy-Británia az Európai Unióból, most akkor hoppon maradnak? Hát
Én mindig elmondtuk, hogy a közösségen nekünk belül... Nekünk fontos, mert a NATO tagjai a közösségen, is, tehát az Európai Unió egy nagyon fontos közösség. Ott működik a szolidaritás, működik a segítség. Nekem nagyon nehezen felfogható, beszélgettem egyébként olyan brit képviselőkkel, akik Brexit pártiak voltak, és egyszerűen, nyilván azért, mert az én nagyon máshogyan jár, nem bírtam azt megérteni, hogy miért jobb kint, mint bent, mikor mi tulajdonképpen... Sokkal többet lehet bentről egész, ráhatni. Egész elmúlt 30-40 évben azért küzdöttünk, hogy intézményesen is bent lehessünk. Mi mindig európainak gondoltuk magunkat. Az, hogy a politika, a világpolitika elszakított bennünket kelet és nyugati megosztottságba, az nem változtatott azon a gondolaton, ahogy mi gondolkodtunk magunkról, vagy én gondolkodtam magunkról, mi mindig európainak gondoltuk magunkat, és én magam is. Az más kérdés, nyilván az intézményrendszeren belül, akár az Európai Unió közösségén belül, akár a NATO belül, az egyfelől jelent egy nagyobb biztonságot, hiszen nyilvánvalóan a NATO és az ötös cikke ez egy nagyobb biztonságot jelent. Az Európai Unió pedig elvileg egy gazdaság is, ami, ahogy most látom, most már egy nagyobb jogállami biztonságot is fog jelenteni. No, nem a miniszterelnöknek, hanem Magyarország polgárának. Akkor nézzük, ön a Honvédelmi Bizottság alelnöke. Felhívom a figyelmét, hogy önt mindenféle eskük arra, engem erre soha nem kell figyelmeztetni. Arra késztetik, tehát ne legyen áldozat azért, mert én kíváncsi vagyok. Amit mondhat, mondjon el, miről volt szó a Honvédelmi Bizottság ülésén. Minden rendben van, megnyugodhatunk, nem lesz háború, föl vagyunk készülve a legrosszabbra is. A Honvédelmi Bizottság utoljára, nem is tudom mikor volt, külügyi bizottság volt tegnap, ahol azért voltam, mert éppen a pedofil botrányba keveredett nagykövetjét tárgyalta. Ön viszont valamikor nem csak nyelveket, hanem jogot is tanult. Mi a jogi álláspontja arról, hogy egy jogi, tehát a bíróság foglalkozik vele, meg a hatóságok, addig illik arról beszélni, ameddig nem születik döntés? Tehát ebben a stádiumban mi, mint jogász a véleménye erről? Természetesen. Ugyanis... Ez nem befolyásolja a bírókat? Azt gondolom, hogy a bírókat sem én, sem ön, sem senki nem befolyásolhatja. Nekik a legjobb jogi tudásuk szerint, és nyilván a hatályos törvények szerint kell eljárni. De akkor, ez nem lincskeltés, hogy mi már elítélünk valakit, akit nincs is meg az eszközünk rá, hogy, vagy miért kérték tőlünk, hogy ne beszéljünk róla addig, amíg be nem fejeződnek a bizonyítási eljárások. Na, hát ezeket a kérdéseket tűzte napirendre egyébként a külügyi bizottság, amelyet Németh Zsolt vezet, és ő maga is fontosnak gondolta, hogy erről a kérdésről beszéljen a külügyi bizottság. Mondjuk, én nem vagyok tagja a külügyi bizottságnak, de lehetőséget adott a teljes bizottság. Tehát ugyanúgy, mint a Magyar Bíróság megállapította, hogy joga volt önnek az MTV a székházába belépnie, és ott tartózkodni. És igen? Ha jól értem, akkor senkit nem vert meg, senkit nem harapott meg. Jó, akkor efelé nem voltam kétségeim. Tehát lehetőséget kaptam arra, én is ott legyek és kérdezzek, és voltak kérdéseim. És nyilván engem nem elsősorban a bűncselekmény érdekében, mert visszataszítónak tartom ezt, és az ügyészség ebben nagyon világosan kiállt. Nem tudom, hogy ez elég-e, hogy bűncselekmény. Ez egy megbocsáthatatlan. Nyilvánvaló, tehát minősíthetjük a dolgot. Az ügyészség nyilatkozott arról a nyilvánosság előtt, hogy a volt limai magyar nagykövet 19 000 kiskorúról készült pornográf felvételt tárolt a számítógépen. E tekintetben az nyilván a bíróság, az ügyészség és a bíróság dolga, hogy megfelelő ítéletet az összes adat birtokában meghozza nekünk. A külügyi bizottság ülésén engem leginkább az érdekel, hogy hogyan lehetséges, hogy egy nagykövet teljes titokban ilyet tudjon csinálni. Mi volt az eljárás, és hogy nincs-e gond ezek után például akár a kolóniavédelemmel, akár a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel. Ki volt az, ahogy ön is említette, melyik külföldi állam vagy szerv volt az, aki szólt a magyar hatóságoknak, aki megkérte a magyar hatóságokat, hogy ne beszéljenek erről, és mi volt annak az oka, ezt a kérdést mindenki föltette, hogy miközben áprilisban leváltják a nagykövetet, tehát kirúgják lényegében a külügyből a nagykövetet, nyomoznak, majd novemberben vádat emelnek, és februárban derül ki az ügy, az is csak azért, mert egy internetes portál ezt felkutatja és megírja. Áprilistól februárig ő szabad lábon van?
Ez is a kérdéseim között volt, mert szeretném megtudni, hogy történt-e bármilyen olyan intézkedés, ami az ő személyi szabadságát korlátozta, vagy hazaérkezett Magyarországra, és itt flangál közöttünk, és ki tudja egyébként, hogy hozzáférhet-e más képekhez. Fölteszek egy kérdést. A 19 ezer fotó, ami azért hatalmas mennyiség, az kikről készült? Van közöttük magyar kisgyerek? Ki vizsgálja ezt? Hogyan? Szóval rengeteg olyan kérdés, ami nyilván magával a rettenetes, ahogy ön mondta, visszataszító, undorító cselekménnyel és bűncselekménnyel kapcsolatos, de azért vannak itt eljárási kérdések, és mivel nem kaptam ezekre a kérdésekre választ, hiszen az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Belügyminisztérium nem képviseltette magát, és mindenki dobált el magától az ügyet, mint a forró krumplit, és azt mondták, hogy az ügygazda az ügyészség, ezért a tegnap a legfőbb ügyészhez fordultam írásbeli kérdéssel ezek közében. Tegye meg, hogy visszatér hozzánk, és elmondja, hogy mi történik, és milyen válaszokat kap. Kedves nézőim, a pontos idő 9 óra. Dr. Vadai Ágnessel folytatott beszélgetésünk, mára az utolsó beszélgetés, na nem forever, hanem mára, és következik az általam vélt mindentől, még az időjárástól független is híradó. A híradó után jövünk vissza, a nap folyamán érdekes műsoroknak lesznek a szemtanúi. Lesz 7 órás vendég, lesz zsidó, a Szabad Egyetem és a világon minden, amit akarnak. Holnap figyeljenek oda reggel, hisz stúdión környékén áramszünet lesz. Mi megpróbáltuk megoldani ezt, és ha van Isten az égbe és ránk kacsint, akkor szünetmentes áramszolgáltatókkal áthidaljuk ezt a pár órát is, tehát lesz önöknek kit és mit figyelni. Tartsanak velünk, és következik a híradó. Köszönöm, hogy a lehetőségünkre állt.